Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma útjára indítunk egy olyan sorozatot, ahol a Szent György Kórház egykori legendáira tekintünk vissza, akik nagyon sokat tettek azért, hogy most egyetemi oktatókórházként is az egyik legfontosabb ilyen intézmény lehessen hazánkban. Az első vendégem Gógl Árpád, tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok. Az Orvosi Kamara első elnöke, országgyűlés volt, országgyűlési képviselő volt, egészségügyi miniszter, kórbonsznok, belgyógyász, klinikai farmakológus, hematológus, gasztroenterológus, nagyon sok minden. De most nem önről beszélünk, hanem egy legendáról, egy olyan főigazgatóról, aki nagyon sokat tett azért, hogy ezek az eredmények megszülethessenek, Kuhár Ferenc főigazgató úrról, aki 10 esztendeje nincs köztünk. Nos, hát ugyanazt nézte, mint a többi ember, csak mást látott, mondták egyszer róla. Kezdjük talán onnét, hogy amikor ő ide került és meginvitálta önt is 40 esztendősen ide Székesfehérváron több orvos kollégával együtt, akkor elindult egy folyamat. Mi volt ennek az alapja? 1980-as évek. 70-es évek végét. Közepe vége. Magyarországon ugye a háború után kialakult egészségügyi rendszer az 50-es évektől a általános biztosítottság, a TSZ-esítéssel a teljes társadalom bevonása az ellátásba kialakította azt az igényt, amit az a 10-11 millió, ugye akkor körülbelül ennyien voltunk, ellátása igényelt. Az akkori elképzelések egy integrált rendszerbe gondolkodtak, ami nagyon-nagyon-nagyon korszerű volt, jó volt. Az infrastruktúra, ugye ez már egy modern szó, régen azt mondtuk, hogy kórház, rendelőintézet, gondozó hálózat, körzeti orvosi rendszer, hát ez egy rendszer volt, hagyományok szerint fölépülve, és a tervezettsége csak bizonyos elemeknek volt meg. A tüdőgondozó, mint népbetegség, a bőr és nemű betegség, mint a háború utáni, ugye szifilisz és gonorrea járványok miatti gondozás. És az a 70-es évek közepi elképzelés, hogy megyei rendszerekbe kell gondolkodni, igényeltek hozzáértő, fölkészült embereket. És Kuhár Ferenc lett itt az az igazgató, vagy főigazgató, aki ezt feladatul kapta, és hát azt hiszem, hogy sokan vannak, akik emlékeznek arra, hogy a legjobb szervezők a tüdőgyógyászok voltak. Kuhár Ferenc tüdőgyógyász volt. Ez volt a szakmai alapja, mert rendszerbe tudott gondolkodni. A tüdőgondozó hálózat, a tüdőbetegek ellátása az egy rendszerszerű szemléletet is igényelt. És hát, hogy pont Székesfehérvár, az pedig elkötelezettséget. És Kuhár Ferenc elkötelezetten székesfehérvári volt, egy nagyon színes ember. Én őróla azért tudok talán többet az átlagnál, mert az ő édesapja erőműépítő volt, az én édesapám az aknamélyítő volt, és 49-től 53-ig, amikor az Inotai erőmű is épült, akkor az én édesapám aknamélyítő volt Várpalotán. 53 után édesapám lekerült Komlóra, Kuhár Ferenc édesapja pedig a pécsi erőmű fejlesztés volt. Ebből adódóan nekünk korábbi kapcsolatunk is volt. Úgyhogy amikor Kuhár Ferenc elkezdte építeni, fejleszteni a Szent György Kórházat, amelyről azt kell tudni, hogy ez a század elején ugye már egy alapítványi, a kék
Csalaikék család alapítványából kialakult kórház volt, háborúba tönkrement, egy sebészeti épülettel bővült, de igazán a 70-es évek közepéig nem fejlődött. Nem fejlődött, mert Dunaújváros kapott nagyobb hangsúlyt. Mint szocialista nagyváros, igen. Igen, hát akkori Sztálinváros, szocialista város, még ugye az is felmerült, hogy oda kerül a megyeszékhely Dunaújvárosba, és Székesfehérvár, mint megyeszékhely, minden vonatkozásban hátrányos volt. Kapott egy olyan intézményt, és ugye Csákvárról jött be, Csákvárot pedig egy nagyon jó szemléletű főigazgató mellett dolgozott, mert Majzik Gábor volt a főigazgató, aki a olyan rendezett tüdő intézményt hozott létre, amely megyei vonatkozásban is a megelőzés, betegségföltárás, gondozás, utógondozás, rehabilitációs rendszert is fölépítette, sőt, beépítette még a szakember képzést is, tehát a rehabilitált tüdőbetegeknek adott szakmát a kezükbe, részben egészségügyi, részben más. Tehát egy ilyen oldalági iskolázottsága is volt Kuhár Ferencnek, aki idejött Székesfehérvárra, és hozzákezdett az intézmény összerakásához egy olyan ígérettel, hogy meg fog épülni egy új megyei központi kórház is. Na most egy megyei központi kórházhoz kell egy koncepció, ami megvolt, egy hierarchikus fölépülés, Bicske, Sárbogárd, Enying, Székesfehérvár, Csákvár rendszerében, egy központi kórházzal, rendelőintézetekkel és szakágakkal. Hát ugye ehhez kell egyszer egy intézményi szerkezet, de hát kell az intézményi szerkezetet működtetni. Na és amiben Kuhár nagyszerűen gondolkodott, körülnézett, hogy honnan tud olyan ambíciózus szakembereket kapni, akik kellő jártassággal, lendülettel a fő ágakat meg tudják teremteni, úgy, hogy mire megépül a kórház, addigra meglegyen az azt működtető személyzet is. Tehát egy rendkívül fontos szakmapolitikai kérdés volt, és egyúttal ugye Kuhár Ferenc azt hirdette, hogy az egyetemen, illetve a gyógyításban tanultakat tudományos szintre kell emelni. És ez így is történt, és pontosan ennek tükrében kezdte el hívni azokat a fiatal, tehetséges, sokra hivatott orvosokat, akik aztán ezt meg is tudták teremteni. Így került ön is 40 esztendősen, mint az ország első, illetve legfiatalabb osztályvezető főorvosa Székesfehérvár, és akkor jöttek a többiek. Hogy zajlott egy ilyen megkeresés? Hát ugye az első igazi nyeresége Kuhár Ferencnek Tán Zoltán volt. Tán Zoltán, aki hát azt hiszem Magyarország korszakos, széles látókörű és a korszerű radiológiát képviselő szakembere volt. Mert a Pécsi intézmény volt az a radiológiai intézmény, amelynek izotóposztálya volt, sugárterápiás osztálya volt, és invazív, operatív technikákat is műveltek. Tehát akkor a 70-es évek elején, közepén már a katéteres vizsgálatokat is elvégezték, és Tán Zoltánt ide hívta Kuhár Ferenc. Arról a megkeresésről én nem tudok sokat, mert valahogy akkor az én pályám, bár a Tán Zoltán jó barátom, akkor is az volt, csak hát akkor az én egy kicsit más területen, kutatási területen működtem, tehát nem volt gyakorlati kapcsolatunk annyi. Zoltán itt hozzákezdett a radiológia megszervezéséhez, és amikor kiderült, hát ugye mégiscsak a betegellátás alapja a belgyógyászat, úgy gondolták, hogy egy belgyógyászt kellene ide keresni, és hát az én életutam az úgy nagyjából ismert, hogy
patológiai intézetből kerültem hematológusként vérképzőrendszeri betegségekkel foglalkozó csoportba, professzorváltással egy emésztőrendszeri klinikai farmakológiai irányzatba kerültem kutatással, szervezéssel is foglalkozva, bizonyos emésztőrendszeri vizsgáló módszerek birtokába kerültem. Ugye az ország egyik első laparaszkópos munkacsoportjába is bekerültem. Tehát egy ilyen szemléletű vegyület voltam, és az én akkori 79-es helyzetem új professzorváltás is történhetett az egyetemen, és úgy ítéltem meg, hogy részben ezért, részben más okok miatt nem kezdek egy új professzor mellett beosztott helyzetet, hanem talán alkalmas vagyok intézményt vezetni, és ebbe a dilemába keresett meg a Kuhár Ferenc főigazgató úr, fölelevenítettük a régi kellemes emlékeinket, és hát azzal a ígérettel, hogy lesz egy új intézmény, ahhoz kell fölépíteni egy szakembergárdát, ehhez támogatást fogok kapni, és hát megpályáztam, és megkaptam, valóban az ország legfiatalabb intézményvezetője lettem, és 79-ben itt álltam az egyik belosztály vezetőjeként, mert akkor még két belosztály volt, Kocsán Károly volt a másik belosztály vezetője, és ez a közel 200 ágy, aminek fele egyik osztályhoz, fele másik osztályhoz tartozott, 79-ben, hát nem sokkal többet tudott, mint egy körzeti orvosi rendelő, annyi, hogy ágyai is voltak, tehát észlelhettük a betegeket. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy ahogy a többieket is meginvitált a Székesfehérvárra, hogy nagyon tudatos döntéseket hát hozott. Hát ugye ennek ugye a felkérés az arról szólt, hogy egy korszerű ismereteket, készségeket, szemléletet adó intézményt rakjunk össze, és épüljön föl egy olyan szakembergárda, amelyikhez, ha hozzárendeljük az eszközöket, módszereket, akkor a belgyógyász a teljes spektrumát tudja művelni. Ugye itt az akkori állami és pártvezetés is ugye jellemző, talán már elmondtam máshol is, hogy akkor a megye pártvezetője a Takács Imre volt, akihez elvitt a főigazgató úr, Kuhár Ferenc, és ott szóba került, hogy ha épül ez az új intézmény, akkor mi kell ahhoz, hogy egy megfelelő gárda legyen, és akkor elhangzott részemről az, hogy az, ami a Videoton futballcsapatához kell, tehát megfelelő képességű embereket kell ide igazolni, és hát egzisztenciát kell biztosítani, lakást. Így kaptam akkor 7 lakást a idejövő hívható embereknek, és mivel az ismerettségem, barátságaim, akkor részben a korábbi munkatársaim, vagy aktuális munkatársaimat, és hozzáértőket invitáltam meg, így hívtam meg segítőnek Simon Kornélt, aki éppen le is szakvizsgázott intenzív gyógyászatból, tehát meg volt az új sürgősségi intenzívnek a vezetője, Törő Magdolnát, akit régóta, mikor kezdtem a klinikán, már kardiológus volt, ide hívtam kardiológus főorvosnak, társnak, Solt Istvánt, aki gimnáziumi osztálytársam is volt, tehát egy messzi kötődéssel hívtam ide endoszkópos segítőnek, Brass Hildát, a Hámori klinikáról vese betegekkel foglalkozó szakemberként, a konzultálva fiatalokkal, mert ugye kellenek irányt szabó
öregebbek, de kellenek ambíciózus fiatalok is, és így került ide aztán Derényi Gábor, Galánfi Erzsi, így került ide Pál Katalin, Sereg Matyi, szóval jöttek azok a Izbéki, Reiber, hát mind ma ugye a város orvos társadalmába tekintés emberek, és hát a kollégiumi javaslatot, amikor megkaptam, hogy kinevezhetnek Fehérvárra, akkor éppen Moszkvába mentem repülőn, és a kollégium akkori elnöke, Varó professzornak egy kérése volt, hogy hát neki van egy volt munkatársa itt a kórházban, a laborban dolgozik, de mindig belgyógyász akart lenni, csak az akkori vezetés nem oda helyezte. Ez ő volt Gervan Judit, és azt kérte Varó professzor, hogyha jelentkezne nálam Gervan Judit, akkor fogadjam be. Hát egy hatalmas nyerességgel fogadtam be, mert hiszen egy laboratóriumi szemléletű, kitűnően fölkészült embert kaptam. Arról nem beszélve, hogy hozta magával lelke Jobbik felét, férjét, Simon Gábort is, mint tudjuk. Hát a Simon Gábor, ugye ő, Simon Gábor hozta ide a Gervan Judit. Vagy illetve fordítva. Mert hát ugye Gervan Judit székesfehérvári, igen, de Simon Gábor előbb végzett, és ő a gyerekgyógyász, aki hát megint egy egészen kiváló ember, később együttműködésünk más irányba is volt, mert amikor már, ha ugrunk egyet nagyot előre, akkor amikor első számú vezetőként a sürgősségi rendszert kialakításához fogtam hozzá, akkor Amerikába tudtam kiküldeni 6 szakembert megtanulni a sürgősséget, és hát ugye az embernek, a szentnek a keze maga felé hajlik, hát nekem is Fehérvár felé hajlott, a 6 emberből 2 fehérvári volt, az egyik Simon Gábor, hogy a gyerekgyógyászati sürgősséget szervezze meg, a másik Csingár Antal volt, aki, hogy a felnőtt sürgősséget szervezze meg. Tehát a sürgősségi kollégium megalapításával és a sürgősségi rendszer kialakításának 6 első szakemberéből 2 fehérvári volt, sőt, még egy harmadik is, mert Svéd László, aki akkor a hadseregnek volt, őt is ebbe a csoportba soroltuk. Ők azok, akik aztán a sürgősségi rendszert, ami ma már kiteljesedett, elindították. Szóval ide kerültem, támogatást kaptam, a munkatársaim, akik idejöttek, velem dolgoztak, és a másik belosztály vezetője 80-ban nyugdíjba ment. És így egy kézbe került a teljes belgyógyászat. Egészen 1991-ig az ország egyik, nem az egyik, hát az ország legnagyobb belgyógyászata volt, amit irányíthattam és vezetettem. Mindenkinek nyilván az én általános felelősségem túl volt olyan szakág, amit én irányítottam, volt, amit a részlegvezetőként Simon Kornél, Solt István, Törő Magdolna, Takácsi Jóska csinált, illetve hát Csákvárt is intenzíven bekapcsoltuk, ami később aztán Dékány Erzsébet vezetésével lett önálló osztály. Tehát összeállt a csapat. Összeállt a csapat, és rögtön valahol a város és a város ipari vezetői is rájöttek, hogy ez az ő kórházuk. És a Videoton, a Köfém, a Volán támogatást adott. Ugye akkor az egészségügyi költségvetés akkor is rossz volt, mindig rossz volt. Így kaptunk olyan eszközöket, amikkel elindulhattunk ténylegesen, tehát többek lettünk, mint egy kibővített körzeti orvosi rendelő. Szóval jött, és ehhez a képzettséget is megkapták az emberek, az eszközöket is, úgyhogy épületet is kaptunk, mert amikor a 200 ágyas épület, a C épület fölépült, ugye akkor ott megérett arra ez a társaság, hogy már egységként nem is lehetett kezelni, mert olyan nagy lett, akkor szétbomlott 5 osztályra, megmaradt
számomra a emésztőrendszer és a máj, hasnyálmirigy és a hematológia bizonyos általános feltételekkel, a intenzív ellátás, cukorbetegség, kardiológia egy része a Simon Kornélnál, a klasszikus kardiológia a Törő Magdolnánál, az endoszkópos gastroenterológia és a nefrológia Solt Istvánnál, a endokrinológia és egy krónikusabb részben határterületi belgyógyászat a Dékány Erzsébetnél is létrejött egy krónikus szemléletet, kicsit utókezelést, rehabilitációt a Takács Nagy Józseffel. És akkor így lett egy komplex belgyógyászat, ami a térséget uralta, bizonyos szakágakban országos, mert gasztroenterológiában országos centrum voltunk, hematológiában kifejezett malignitásban országos centrum lettünk, bekapcsolódtunk a regionális akadémiai hálózatba, a Veszprémi akadémiai, benn maradtunk, hát ugye magam a gasztroenterológiai kollégium elnöki felkérését, illetve később megválasztásként az egész gasztroenterológiát irányíthattam. A egészségpolitikai szerveződésbe a kamara is, ugye jött a rendszerváltás, kamara újra alakult, akkor megyei kamarai elnök országos oktatási vezető lehettem, később országos kamarai elnök lettem. És hát ez a belgyógyásznak nem csak a C épülete épült meg, hanem aztán megépült a hotel része. Igen, 1995-öt írtunk, én azt gondolom, hogy az egy áttörés volt mindenképpen, hiszen ez a 400 férőhelyes hotel. Hát amikor megépült a hotel diagnosztikai tömb, tulajdonképpen akkorra épült meg az, amit eredendően ugye 80-as évek elejére ígértek. Ma már pontosan tudjuk az akkori gazdasági történéseket, hogy az miért siklott ki. Talán jó is, hogy nem épült meg, mert kevesen tudják, hogy valahol ott kint az Öreghegy mellett épült volna a kórház. Sokkal jobb, hogy itt egy tömbbe ide épült, és most már hát egy nagy intézményrendszer. Hát, bocsánat, ha össze kéne foglalni, hogy ez az időszak mit jelentett a Székesfehérvár, illetve a magyar egészségügy szempontjából, ugye az önök Kohár Ferenc és az ideérkező orvosok szempontjából, akkor ezt hogy tenni? Hát, hogy mit jelentett, talán egy, és ebbe volt nagyszerű a Kuhárféle szemlélet, tehát az integrált, a rendelő intézetekre épült, és ezt a 270-320 ezer lakosságnak az egységes szemléletű kezelése, és a információ veszteség nélküli, már veszteség van, de minimális információ veszteséggel járó integrált modell kimunkálása. És mivel egy nagy fejezetnek lehettem a vezetője, mint kollégium elnök, tehát a gasztroenterológiának, ugye két ciklusban azért az 7 év, azért nem 8, mert utána miniszter lettem, és akkor hát a 8. évet már nem. Egy szakágon be tudtuk mutatni, hogy hogyan kell a probléma megoldást fölépíteni, a beteg képzése, szemléletváltoztatása, az alapellátás járóbeteg és fekvőbeteg rendszerben jó eszközfelhasználással, optimális eszköztelepítéssel hogyan lehet egy szakágat megszervezni. Tulajdonképpen intézményi rendszer szintjén vonatkozik ez a radiológia és másokra is, tulajdonképpen ez volt a székesfehérvári modell, amiből hát az ország egyik vezető intézményévé vált. Amely egyébként most is az alap, ha úgy tetszik, amelyeket önök hoztak létre. Nos, hát én köszönöm szépen, hogy megtisztelt,
Én azt gondolom, hogy az az út, amit végigjártak a mindannyiunk érdekében, az egy tökéletes példája annak, hogy elkötelezettséggel, hivatástudattal, szakmaisággal mi mindent lehet elérni. Köszönöm szépen, Alföldse. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a Szent György Kórházról beszélgettünk Vogl Árpáddal. A beszélgetés sor folytatódik, a következő, akit meginvitáltunk ide a stúdióban, Bucsi László lesz a Szent György Kórház, Szent György Egyetemi Kórház jelenlegi intézményvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!